azt mondja, hogy egy, kettő, Talán nincs is olyan gyerek és felnőtt, aki ne ismerné Vitéz Lászlót. A mesefigura Sátor Aljaújhelyen, mint erdőkerülő mutatkozott be. Lucifert hol botta, hol pedig palacsinta sütővel próbálta kiűzni az erdőből. A gyerekek most is láttam, nagyon élvezték, és nagyon vicces, humoros ezek a történetek, nagyon. Szerintem nagyon fontosak, mert a gyerekek nagyon szeretik a Báb Színházat, és különösen ez a Vitéz László alak, ez nagyon megfogja őket. És nagyon fontos, hogy élőben is lássák, ne csak a televízión keresztül. A Buratino Báb Színház társulata 2000 óta szórakoztatja a gyerekeket. A báb előadások után kilépve a paraván mögül, a kicsik megismerkedhetnek a színészekkel, megnézhetik, megfoghatják a figurákat. Szerbusztok, további szép nyarat nektek! Előadás után mindig azt szoktuk csinálni, hogy a gyerekeket eleve kimaradunk a bábokkal, bemutatjuk a bábokat, és aztán utána, aki kíváncsi, mindig beírjuk a paraván mögé, és megmutatjuk a díszleteket, a kellékeket, ilyesmit, amire kíváncsiak. Annyitónap második előadása a Jézus Krisztus Szupersztár volt. Andrew Lloyd Webber rockoperáját az 1970-es évek óta nagy sikerrel játsszák a színi társulatok. Sátor Aljaújhelyen, a rendezvénytéren, a Sziget Színház előadásában nézte meg a közönség. Amikor Jézus Krisztus énekli, hogy a Getsemáni kertet, amikor hogy a legnagyobb árja a világon, és amikor megy fölfelé a sziklán és Istenhöz pohászkodik, akkor én azt gondolom, nincs annál szebb színészi feladat, mint hogy látja a csillagos eget, vagy a felhőket, és elképzeli, hogy valóban ott van Isten, és ő vele kommunikál. Én azt gondolom, hogy jó a kérdés, a Jézus Krisztus szupersztár, az a szabad térre sokkal inkább való, mint bent, mert talán mi emberek egy kicsit úgy érezzük, hogy jobban tudunk kommunikálni Istennel. Persze hozzáteszem, hogy ez egy balga gondolat, hiszen, mint tudjuk, aki valódi hívő, az a pincék legmélyén is el tud jutni Istenig. A színházi fesztivál során délután 5 órakor a gyerek, 7 órakor pedig a felnőtt előadások várják a színház kedvelőket.